Új utakon járva 47 utca kap aszfaltburkolatot Békésen. Pontot. Nagyon sokan várták a felvételi eredményeket Békés Csabán is. Egy csabai sportoló Párizsban, indul a nyári olimpiai játékok. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Augusztusban elkezdődhet a több mint 1 milliárd forintból zajló útfejlesztés Békésen. Kálmán Tibor polgármester bejelentette, hogy a napokban zárult le a közbeszerzési eljárás, és kiválasztották a kivitelezőt. A beruházás részeként összesen 47 utca, mintegy 59.200 négyzetméteren kap aszfaltburkolatot a városban. Több utca van a Mátyás Király utcához hasonló állapotban Békésen, amely számos kellemetlenséget okoz a lakosság számára. Azonban hamarosan 47 utca kap majd szilárd útburkolatot a városban. Pikó Sándorné nagyon örül a kezdeményezésnek, mivel jelentősen könnyebbé válhatnak a mindennapjai. Nagyon, nagyon. Mert akkor ugye itt jár, nem ilyen úton jövünk. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, tényleg. Ez, hát most is a kertből jövök, és akkor ugye nem kell körbe menni. A több mint 1 milliárd forintos beruházásra a Top Plus programban nyertek el támogatást, fogalmazott Békés polgármestere szerdán. Kálmán Tibor elmondta, a városban elég nagy az elmaradás az utak minőségét tekintve, de folyamatosan azon dolgoznak, hogy ez minél előbb megváltozzon. És azt mondom, hogy ez a 47 utca egy óriási lépés annak az irányában, amit még 2019-ben elkezdtünk munkát, hogy minden utcát ellássunk szilárd útburkolattal. Ez egy nagyon nagyot fogunk előre lépni, még körülbelül ugyanennyi utca van hátra a városban, ha azokat is beleszámoljuk, amik viszont már nagyon elomlott állapotban vannak, és azokat újra kellene aszfaltozni. Tehát ezért még az elkövetkező ciklusban dolgoznunk kell, de ez én azt gondolom, hogy mindenkinek nagy öröm. Az önkormányzat a moratóriumi idő letelte után kötheti meg a szerződést a kivitelezővel, majd ezt követően 10 napon belül kell átvenni a munkaterületet. A kivitelezés várhatóan augusztusban kezdődik, és maximum 4 hónapig tart majd. Kedvező hitelkonstrukciót és a fiatalok családalapítási terveit segítő otthonteremtési kedvezményt biztosít a kormány az azt igénylők számára. Már Békés vármegyében is több ezren vették igényben a közelmúltban bevezetett állami támogatásokat. Ez az Eleki ház egy 5 tagú családnak nyújt otthont. Túri Leila elmondta, hogy a falusi CSOK programban felvehető, vissza nem térítendő hitellel vásárolt ingatlant újították fel a kormánytól kapott támogatásból. Maga ez a falusi CSOK az, hogy vissza nem térítendő, ez egy óriási nagy segítséget tudott irányunkba is tenni. Illetve hát, hogyha azt nézzük, hogy milyen drágák maga a bérletmények, azért nagyon sok helyen, hogyha meghallják azt, hogy 3 gyerekkel, akkor nemet mondanak. Tehát nekünk inkább az volt a cél, hogyha fizetnünk is kell, akkor már a sajátot fizessünk. Úgyhogy így szerintem óriási segítség volt, még így is, hogy a babavárót is ugye igénybe tudtuk venni hozzá. A kormányzat által létrehozott családtámogatási program másik válfaja az úgynevezett babaváróhitel, mellyel hazánkban sokan jutnak családi házhoz, vagy újítják fel meglévő lakóhelyüket. Ez a békéscsabai család is így tudott házat vásárolni magának. 2 éve vettük fel, az igénylés nagyon egyszerűen ment. A bank egy kis ellenőrzés után megadta nekünk a kölcsönt. A hitelt azt a lakásvásárlásra fordítottuk, illetve a lakás felújítására, amit megvettünk. Ebből a pénzből gyakorlatilag a teljes felújítást megcsináltuk, a megtakarításunk mellett. A fűtést felújítottuk, a fürdőszobát, a konyhát, és gyakorlatilag még klímát is szereltünk fel. Nemrégiben arról is döntés született, hogy a babaváró hitelt felvevők támogatását 2 évvel meghosszabbítja az állam. Azok esetében, akik azt 2021 után igényelték. Erről a július elejé rendkívüli kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt. Azoknak a pároknak, akik babaváró kölcsönt vettek fel, 2024. július 1-je után lejárna az 5 éves időtartam, de még nem született gyermekük,
egy legfeljebb 2 éves hosszabbítási időszakot biztosít a kormány. Ez a 2 éves hosszabbítás azokra vonatkozik, akik 2019 és 21 között vették fel a babaváró kölcsönt. A kormány szóvivő jelezte, a visszafizetési kötelezettség most júliusig pár száz, de évvégéig akár több ezer családot is érinthet. Szerda este 8-kor hozták nyilvánosságra a felsőoktatási intézmények a 2024-es ponthatárokat. Békés Csabán csak úgy, mint az előző években, a Csaba Gyöngyös tégen rendezték meg a pontot partit. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint több mint 90 ezeren jutottak be a felsőoktatásba. 3, 2, 1 és 8 óraban érkeznek a ponthatárok! Az Egyesület Békés Csaba ifjúságáért által szervezett programra bő 100-an érkeztek. 8 óra után megjelentek a pontszámok a mobilok képernyőin, és szinte fél percenként a stég lelátójának minden szegletéből törtek fel a nagy üdvrivalgások. Felvettek át a nemzetközi tanulmányokra angol nyelven. Gratulálok! Miano Olivia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának nemzetközi tanulmányok szakára nyert felvételt. Hangsúlyozta, mindig is nagyon érdekelték a különböző országok kultúrái. Azért választottam ezt a szakot, mert mindig is érdekeltek az országok közötti kapcsolatok, azoknak a történelmük, az én családom is eléggé multikulturális, szóval valamilyen szinten ez a hagyomány már megvolt, és igazából ez a szak keltette fel leginkább az érdeklődésemet. Volt, aki 17 év szociális területen végzett munka után a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemre jelentkezett. Most jelen pillanatban a Károli Gáspár Egyetem nem szabott meg alsó ponthatárt, viszont egy felvétel alkalmával alkalmas, 2 alkalommal alkalmassági teszten is, vagy hát vizsgán is részt kellett, hogy vegyünk, és ez borzasztó nagy örömmel tölt el, hogy tényleg alkalmasnak tartanak arra, hogy az intézményük lendületes és fiatalos egyetemnek a tagja lehetek majd. 244 pont volt az alsó ponthatár, egy bizonyos oklevelemet azt nem fogadtak el, bár az egyetem beszámolta, oktatási hivatal nem fogadta el, így majdnem 300 pontom lett, de 262-vel így sikeres felvételt nyertem. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint növekedett a műszaki, természettudományos, mérnöki, informatikai képzésekre, agrár- és orvos egészségtudományi képzésekre, valamint a tanár és a tanító képzésre felvettek száma is. Minden második jelentkező vidéki egyetemre nyert felvételt, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 10-ből 8 felvett állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait. Szabadtéri rajzolás várta az érdeklődőket szerdán este az Almási kastély előtt. Az 5 évtizede működő gyulai nyári művésztelep immár másodjára szervezte meg az Interaktív Akciófestészet című programját. Rajztáblák mögé sorakoztak fel az alkotók az Almási kastély előtt szerdán este. Az eseményen egészen fiatal művészek is kipróbálhatták a szabadban való rajzolást. A rendezvényen emellett a gyulai nyári művésztelep tagjai vették elő a szénceruzákat, és merítettek inspirációt az Almási kastélyból. Szeretnénk, hogyha fiatalok csatlakoznának hozzánk itt Gyuláról, vagy akár a környékbeli községekből, vagy kisvárosokból is, hát akik szeretnének itt dolgozni velünk, mert vannak lehetőségeink, tehát az, hogy a művésztelepen élő modell után tudunk dolgozni, és ez egy fontos része, főleg az ilyen nyári melegben, mikor napközben elég nehéz kibírni a nagy meleget kint. A Gyulai Művésztelep Egyesület elnöke kiemelte, fontos, hogy az akciófestészet által közelebb hozzák a művészetet az emberekhez. Azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy a hétköznapi emberek belelássanak, kik vannak itt, vagy mit csinálnak, vagy magába az alkotási folyamatba. Most különben azt is tervezzük, hogyha a gyerekek jönnek, akkor megpróbálunk nekik szenet adni, és hogy avval ők is rajzoljanak. Meglátjuk, mi lesz belőle. Különben tavaly volt az első ilyen akciófestészetünk, és az több szempontból nagyon jól sikerült.
Az elnök hozzátette, hogy bár idei témájuk az almási kastély volt, megtartották az élő modell utáni rajzolást és a portrékép készítést is, ami a tábor védjegye. A Szarvasi Arborétum a nyári időszakban táborozó gyerekekkel telik meg. Nem csak az ország legnagyobb arborétumának különleges növényvilágát ismerhetik meg ilyenkor, hanem a több száz évvel ezelőtt élő indián őslakosok világával is testközelből találkozhatnak a résztvevők. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Magát a Szarvasi Arborétumot a Bolza grófi család már az 1800-as években elkezdte telepíteni, és a hatalmas nagy munkájuknak hála mára a világ szinte minden részéből találkozhatunk itt különleges növényekkel, fásszárúakkal és természetesen azzal az országosan is különleges ötfás gyűjteménnyel. Emellett egyébként több mint 2000 fajta igazi kuriózum, amit meglátogathatunk, vagy amit megnézhetünk, és amit körbejárhatunk itt a több mint 80 hektáron elterülő Szarvasi Arborétumban, és most pedig az indiánok vették be a Szarvasi Arborétumot. Hát, hogy mi történik éppen, indián barkács tábor van. Én fordulok is Kugyeláni Décsei Mónikához, aki a Szarvasi Arborétum kommunikációs vezetője. Hát mi fog történni, vagy mi történik itt az indián barkács táborban, hogyha jól tudom, egyébként nem csak az indiánok múltját, hagyományait tekinthetik meg, vagy pillanthatnak bele a gyerekek, hanem sokkal több van itt ennél. Egy tökéletes jó helyen vagyunk, egy teljes nagy, mondhatni, rezervátumban, itt a prérin, még ezt a szót is teljesen jól használhatjuk, hiszen van ennek a területnek egy olyan része, ami teljesen sík. Egy héten keresztül egy indián barkácstáborban vagyunk, amikor is megpróbáljuk a gyerekeknek, ennek a mai korosztálynak talán közelebb hozni azt a fajta kultúrát, azt a hagyományőrzést, amit az indiánok életében még fellelhető volt. Nagyon sok új ismeretet kapnak, hiszen azért rövid előadásokban és tevékenységekben építjük fel ezt az egész hetet. És emellett rengeteget játszanak, számháborúznak, és építik azokat a nem tipiket, de bunkereket, búvóhelyeket, amelyeket itt a természet adta eszközök felhasználásával alakítanak ki maguknak egész héten. Tudjuk egyébként, hogy abszolút összhangban voltak maguk az indiánok a természettel, és nagyon sok olyan dolog található itt meg náluk, mint például a tomahawk és hasonlók, amit, hogyha jól gondolom, már itt sikerült elkészíteni, a fejdíszeket és minden egyéb mást. Így van, fejdíszek készültek tomahawk, de ez is érdekes, hogy ma már a tomahawk szót sem ismerik a gyerekek, tehát ezt is meg kellett, hogy ismerjék. Készítettünk álomfogót a gyerekekkel, ennek a történetét jártuk végig. Többen kajakoznak közülük, így aztán a kenu és a kajak történetét is ismerik. És ezen túl pedig azt gondolom, hogy minden olyan dolgot, amivel a színekkel, a gyöngyökkel, a színes fonalakkal lehet elkészíteni, az éklányoknak az ékszerek, csatabárdokat készítettek, zászlókat csináltak maguknak, és ezek azért az egész hét során, mondhatom, gyűlnek, dugókból készítettek paripákat, lovakat, tehát minden, ami egy picikét talán ehhez a hagyományhoz és kultúrához kapcsolódik. Most még egyébként, ahogy látom, egy küzdelem nélküli várfoglalás is megtörténik így a végére. Pontosan, nagyon jól láthatjuk azt, hogy milyen jó dárdák készültek el a kezükben. A dárdákat természetesen bambuszból készítettük, és nagyon sok színes szalag felhasználásával, de mivel itt a kerten belül találhatunk csontokat, őszkoponyákat, ezért ezeket is felhasználtuk a sámán eszközeihez. Nagyon szépen köszönjük. Hát ahogyan láttuk és hallottuk, indián barkács tábor nyitotta meg a kapuit itt a Szarvasi Arborétumban. A gyerekek abszolút élvezik ezt, mindenfajta és féle eszköz, tomahawk készült fejdíszek, úgyhogy úgy tűnik, hogy a Szarvasi Arborétumot most egy kőkemény indián törzs vette be erre a néhány napra. Sporttal folytatjuk. Július 26-án pénteken rendezik meg a 33. nyári olimpiai játékok hivatalos megnyitóját Párizsban, azonban több sportágban már elindultak a küzdelmek. A magyar küldöttséget 21 sportágban 180 sportoló alkotja. Békés Csabát Olá Barbala gyalogló képviseli. A torna már az első újkori olimpia óta része az ötkarikás játékoknak. A hazai tornasport eddig 39 érmet számlál. Ehhez pedig a Békés Csabai Klub is hozzájárult,
Hónodi Henrietta 1992-ben Barcelonában léphetett fel a dobogó tetejére, legutóbb 2012-ben Böcögő Dorina képviselte az egyesületet. Párizsban 4 magyar tornász lesz ott, a csabaiak pedig figyelemmel követik majd az eseményeket. Lili összetettben fog indulni, reméljük egy 24 bebe fog kerülni és fog döntőzni. A Zsófi nyilván korláton esélyesebb, ott is ott a döntőbe kell, hogy bekerüljön, oda várjuk, nagyon szeretnénk. És úgy gondolom, hogy mivel nem az első olimpiája, ő már tudatosabban tud készülni, és már ő tudja magáról, hogy mit kell megcsinálni ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni. Az 1984-es bojkottát, Los Angeles-i olimpiát leszámítva, 1956 után rendezik újra magyar súlyemelő nélkül a nyári játékokat. Az előző 3 alkalommal induló Nagy Péter mellett a békés csabai Mítykó Veronika révén volt esély a kijutásra. A fiatal sportoló végül a plusz 81 kg-os kategóriában a 20. helyen fejezte be a kvalifikációt. Edzője Bökfi János szerint 4 év múlva reális lehet a kijutás a Los Angeles-i olimpiára. Most már látom azt, hogy mit kell még tennünk ahhoz, hogy ott legyünk, mert azért súroltuk a kijutás határát, tehát a 12 fő jut ki, mi a 20 között voltunk bőven, tehát azért látom már, hogy tudunk 4 évet készülni, és hogyan tudnánk kijutni. Ha ugyanilyen kvalifikációs rendszer lesz, mint most, hogy hogyan kerülhetünk be abba nagyon szűk 12-es elitbe, aki most a súlyemelésben ott lesz súlycsoportonként az olimpián. A párizsi játékokon 20 atléta képviseli majd a magyar színeket, közöttük a KOP Békés Csabai Atlétikai Klub versenyzője, a gyalogló Olá Barbara, aki Rióban és Tókióban egyéniben, most pedig maratoni váltóban szerepel. A korábban már 4 csabai versenyzőt olimpiához segítő Tóth Sándor mesteredző kiemelte, a mieink a törökországi csapatvilágbajnokságon szerezték meg a kvótát, azonban mivel ez egy új versenyszám, nehéz megjósolni az esélyeket. Ott kellett kvalifikálni magát a magyaroknak, és ez sikerült. Ugyan Barbara még akkor nem volt a csapatban, de akik kivívták azt, azok egyéniben tudnak indulni, és bekerültek az első 50-be a világranglistán. Tehát így bekerült Barbara is, hogy ez váltó, mivel egy új szám, hogy mit tudnak elérni, és mit fognak csinálni, azt nagyon nehéz előre megjósolni. A békés csabai gyalogló Venyercsán Bencével augusztus 7-én versenyezhet majd. A párizsi olimpián 21 sportágban összesen 180 sportoló képviseli hazánkat. Az újonc szombathelyi KKA otthonában kezdi a 2024-25-ös női NB1-es szezont a Tape Békés Csabai Előre NKS-e, derült ki a Magyar Kézilabda Szövetség szerdai sorsolásán. Rácz Sándor együttese ezt követően a 2 legerősebb magyar csapattal játszik, hiszen első hazai mérkőzésén a Bajnokok Ligája győztes Győri Audiato KC-t fogadja a városi sportcsarnokban. A 3. fordulóban pedig a címvédő Ferencvároshoz látogat. A bajnokság hivatalosan szeptember 7-én és 8-án kezdődik, azonban ennél korábban is lehet mérkőzést rendezni. A klubok augusztus 5-éig egyeztethetnek a pontos időpontokról. A bajnokság november 18-a és december 28-a között szünetel a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság miatt. A küzdelmek május 24-én érnek majd véget. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!